Közös sportversenyt tartott a Baranya megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a Baranya megyei tűzoltó szövetség és a Szabadszentkirályi önkéntes tűzoltó egyesület május 14-én szombaton a Szabadszentkirályi sportpályán. A rendezvény célja a hagyományteremtés és a tűzoltó sport népszerűsítése mellett az egészség megőrzése, a fizikai erőnlét fejlesztése, valamint a szakmai és baráti kapcsolatok erősítése. Ez a Covid után az első megyei önkéntes tűzoltóverseny, valószínűleg innen újra kell számolni és újra kell építeni ezt a tömegsportot is. A lényeg az, hogy gyermekek és felnőttek egy játékos, ugyanakkor a tűzoltó sporthoz kapcsolódó feladatokat hajtsanak végre, úgy, hogy az egész nap folyamán jól érezzük magunkat. A nap első felében az ifjúsági volt a főszerep. 5 csapat állt rajthoz, hogy egymás után bizonyítsanak a versenypályán, jobbnál jobb részidőt futva a lehető legkevesebb hibával. A felnőtt kategóriában pedig 4 önkéntes tűzoltó csapat versenyzett. A szabadszentkirályi önkéntesek egyébként tavaly ünnepelték alakulásuknak 10. évfordulóját. 2019 óta vagyunk önállóan beavatkozók, ami azt jelenti, hogy 4 településen látunk el az általunk választott időpontban önálló beavatkozás szolgálatot, az mellett még további településeken vagyunk közreműködők, de gyakorlatilag a megye teljes területén tudjuk vállalni a vonulást, hogyha erre szükség van. A rendezvényen nem csak a sportpályán folyt a küzdelem, ugyanis főzőversenyt is tartottak, ahol 5 csapat mérhette össze pörkölt főzőtudását.